Hát szép jó napot kívánok mindenkinek! Szendőfi Balázs vagyok, alkotó és természetfilmes. Üdvözlök mindenkit, aki eljött. Úgy látom, hogy egyetlen párt sem látok. A Valentin napra való tekintettel mondtam volna, hogy sötét lesz végig az előadáson, úgyhogy lehetne nyugodtan lassúzni meg bármit. Az előadásnak a címe az a Tátra élővilága, ami egy kicsit csalóka, mert főleg a vízi élővilágról és azon belül is a halakról lesz szó. Én az elmúlt, hát mit is mondjak, 2,5-3 évben, tehát elég elhúzódóan forgattam egy filmet a Tátrában a hegyi folyóknak az élővilágáról, amit az előadásom után majd megtekintünk, egy 52 perces film. Rá lehet készülni, de előtte beszélnék egy kicsit a területről, illetve magukról, a folyókról. És ha megengedik, akkor helyet foglalok. Köszönöm. Így jobban tudom a távirányítót kezelni. Ezt az első képet, ezt a Harka Ákos, illetve hát Dr. Harka Ákosnak a Magyarország halfaunája című könyvéből kölcsönöztem. Arról szól, azt mutatja meg, hogy egy folyó mennyire változatos élőhely tud lenni. Ugyebár nem tudom, hogy milyen gyakran gondolunk bele, valószínűleg nem túl gyakran, hogy egy folyó milyen komplex, illetve mennyire egyedülállóan hosszú élő folyosót képez. Mondjuk egy 1000 km hosszan kanyargó folyó felül a hegyek között egész más élőhely, mint a torkolatvidékén, de ugyanakkor ideális esetben az élőlények fel alá tudnak vándorolni ezen a folyón. Aztán majd meglátjuk, hogy az ember ebben elég szépen beleszólt, úgyhogy nem mindig valósul meg ez az ideális eset. 1800-as években egy német illetőségű kutatócsoport illetve egy ehhez hasonló rendszer dolgozott ki a folyók szakaszainak a beosztására, ami nem csak az élővilágot mutatja, hanem a folyóknak a meder viszonyait, illetve oxigén ellátottságát, a víznek, hőmérsékletét, stb. Akkor még csak három zóna volt. A legfelső pisztráng zóna a hegyi folyók vidéke, a márna zóna az a középső, úgynevezett dombvidéki, és a dévérzóna az pedig a síkvidéki folyószakasz volt. És ezt tovább sikerült finomítani az idők során. Például a Padut zónát azt magyar illetőségű kutatók javasolták, és került bele a rendszerbe, illetve hát erdélyiek, de magyarok természetesen. Abból van a legkevesebb, illetve nem is minden folyóban létezik Padut zóna. Az egy átmeneti zóna a hegyvidéki és a dombvidéki szakasz között van, ahol éles törés van, és a pérzóna után rögtön a márna zóna következik. Ezeknek a zónáknak azért ez a neve, mert az ott legnagyobb tömegben élő halfajokról nevezték el őket. Ez persze nem jelenti azt, hogy például a márna ne élne a dévérzónában vagy a padut zónában, sőt igazából a pisztráng zóna aljáig fel szokott úszni, de legnagyobb tömegben és a legjobban alkalmazkodva tud a márna zónában, azaz a dombvidéki szakaszokon meghonosodni. Ott él és ott szaporodik, tehát a legnagyobb tömegben, és ott a halak egyet számának a zömét alkotja. Most ha előről megyünk, a legfelső pisztráng zónában láthatjuk azt, hogy például a mederfenék anyaga, azok még sziklák, és ahogy haladunk előre, ugye egyre apróbb. Ez a sodrás mértéke miatt van így, amit alatta láthatunk. Nyilván az erősebb sodrás, az a finomabb szemcséket elsodorja. Úgyhogy ahogy mérséklődik a sodrás, úgy finomodik a hordalék is, amit a folyó lerak, és a legvégén van az, amikor már egészen finom, iszapos az üledék. Egy-két példát értve, hogy ez képeken hogy néz ki. Egy pisztráng zóna. Magyarország területén pisztráng zóna, pérzóna és padut zóna nem található, mivel valószínűleg aki az ország határainkat átrajzolta, valamiféle hegyrajongó lehetett és elvette az összes hegyünket, úgyhogy
nem maradtak igazi hegyi folyóink sem. Ez itt a Tátrában, a Bélai Tátrának az egyik patakja, amelyik a Vágba folyik, ez tipikus pisztráng zóna. Nem tudom, mennyire látszik az alsó felirat, a vízsebessége 1,5-2 méter per szekundum. A hőmérséklete a legmelegebb nyáron is maximum 13 fok, és ennek megfelelően az oxigén tartalma 8-9 köbcentiméter literenként. Egy következő zóna, a pérzóna, nem sokban különbözik, tehát itt is sziklás a meder, csak jobban szétterül a folyó. Ez a Vág Rózsahegynél. Az előző helyszín és ez a helyszín is a filmben fog majd szerepelni. Nem sorolnám el az adatokat, alul látszik, hogy hogyan mérséklődik a vízsebessége, és hogyan emelkedik így a maximális hőmérséklet, és az oxigén tartalom is így hogyan csökken fokozatosan. Ezek között a zónák között egyébként nincsen éles átmenet, tehát ez fokozatos és folytonos. Könnyen előfordulhat, hogy egy folyónak a kanyarulatában, a külső részen, ahol sodrottabb a víz, ott még az előző szakasznak a hatásai érvényesülnek, még a belső részen, ahol mélyebb és alámosodtabb, ott pedig már a következői. Úgyhogy ez egy nem éles határvonalanként változik, bár szoktak ilyeneket meghatározni, tehát például a Tiszán a Tiszabecstől lefelé dévérzónát szoktak említeni, a fölött pedig márnazónát, de ez természetesen sokkal árnyaltabb ennél. A következő zóna ez a padut zóna, ami igen kevés van, és ez a legrövidebb zóna általában a folyókon. Ez a Garamnak az egyik kanyarja, Zólyom alatt. Az is előfordulhat persze, hogy az ember épít egy erőművet, felduzasztja ezzel a folyót, és akkor a felette lévő szakaszon mondjuk dévérzóna hatás érvényesül, és az alatta lévőn pedig akár padutzóna vagy márnazóna. Ez pont egy erőmű alatti szakasz. A márnazóna, ez egyébként kisoroszinál a Duna, tehát ez már előfordul Magyarországon. A Dunát alapvetően budapesti márnazónának szokták tekinteni, és Budapesttől lefelé pedig dévérzónának. Tehát ahogy lefelé fordul délnek és elindul a síkságon, onnantól már dévérzóna. A márnazónában már sóderes az alajzat, és láthatjuk, hogy egészen lelassult a víz viszonylag, és itt már 20 fok fölötti is tud lenni nyáron. Ez természetesen meglátszik az itt élő halfajokon. Bár persze télen a hidegkedvelő halak számára kitágul a világ, és akkor olyankor szoktak különféle kalandozásokat tenni lefelé. Akkor fordulhat elő, hogy pisztrángot fognak a Dunában Budapestnél, vagy Dunai Galócát Mohácsnál. Mi egyébként mondjuk így 20 fok fölött már nem nagyon bírja a víznek az oxigén szegénységét, de télen ezt megoldja is, hogyha ügyes, akkor tavaszra visszavándorol már a neki megfelelő helyre. Ez pedig a dévérzóna. Kicsit csalók a kép a kövek miatt. Alapvetően itt homokos iszapos szokott lenni az alajzat. Persze nyilván az ember kőszórást alakít ki a folyó szélén, meg azért vannak itt is kövek, de nem az a jellemző. Viszont ami szétterült, mélyebb már, de a mélység ellenére is 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklete. A dévér és általában a keszekfélék ezt díjazzák, tehát itt a legnagyobb számban tenyésznek, de itt is például elég sok márna van. Mondjuk az egyik legjobb márnázó szakasz a Dunának, az pont Budapesten található, ami már elvileg dévérzóna, de ettől függetlenül sok márna és nagy márnák vannak benne. Szóval egy folyó az így szakaszonként változik. Ezt a képet azért iktattam ide be, mert muszáj megemlítenem Hajdut Gyurit, aki Juraj Hajdu egyébként, és félig szlovák, félig magyar halkutató doktor. Vele együttműködésben készítettem ezt a filmet, amit majd meg fogunk nézni, a Hegyek Völgyek Halait. Óriási segítséget nyújtott benne, hogy nem kellett
céltalanul bóklásznom egy idegen országban, hanem meg tudtam mutatni az eseményeket. Így is 2,5 évig húzódott a forgatás. Nélküle szerintem még most is forgatnék. Egyébként azért kezdtem el ezt a filmet csinálni, mert aki itt volt az előző előadáson és megnézte a Budapest Halai című első filmemet, az láthatta, hogy Budapesten nagyon sokféle vízi élőhely található. Egyedül hegyi folyók, illetve hegyi vizek nem fordulnak elő. Nem, hogy a főváros, hanem az egész ország területén. Azért persze középhegységi patakok és folyószakaszok vannak az országban, de a Budapest Halai után szerettem volna egy teljesen más környezetben forgatni. És mivel Szlovákiában elég régóta járok, először hát én kocahorgászként, aztán azt gyorsan be is fejeztem, utána kutatóként, ezért adta magát a téma. Egész más halakat lehet itt bemutatni, mint mondjuk a Budapest Halai filmben. A Gyuri, a Hajdú Gyuri, akit az előbb láttunk, ő ennél az erőműnél működött halkutatóként, és vizsgálta itt az előtérben egy picit látszó hallépcsőnek a funkcionalitását. Erről is majd részletes tájékoztatást kapunk a filmből. Annyit tennék még hozzá, ami a filmben még nem hangzott el, mert még nem voltak meg az eredmények, hogy ennek a hallépcsőnek az átengedő képessége 14%-os, és ez a legjobb hallépcső Szlovákiában állítólag. Tehát ezzel még van mit fejlődni a hallépcsőknek az építésében, de pont erre volt való ez a vizsgálat, hogy bemutassa, hogy mit lehetne még javítani. Ez, hogy 14%-os az átengedő képesség, ez azt jelenti, hogy a lent megfogott és megjelölt halaknak a 14%-át, illetve a becsült, tehát nyilván nem csak azokat nézték, amiket jelöltek, de az ez alapján becsülhető szám az 14%, tehát a többi, a maradék, az nem tudott felmenni a hallépcsőn. Ez ismét Hajdú Gyuri, aki egy dunai galócát simogat. A dunai galóca az a világ legnagyobb pisztrángféléje. Az egyik főszereplő a filmben. Tehát a filmnek az alcíme az a vizek bárányai és farkasai, ezekből ő a farkas. Tehát a ragadozó. A pisztrángfélék egyébként is ragadozók, de ő egyébként jóval nagyobbra nő, tehát alapvetően pisztrángokkal is táplálkozik. A mérete az 1,5 méter hosszú lehet és 50 kiló. Tehát így ezáltal a lazacokat, illetve a távol-keleti közeli rokonát, a tájment is túlszárnyalja a hosszúságban, úgyhogy ő jelenleg a pisztrángfélék közül a rekordtartó testméretben. Ezt mindjárt meg is láthatjuk. Ő 115 cm hosszúságú, azt le is mérték. Egy legyező horgász csoportban találtam áttételes ismerősöm, a horgász úr, szlovákiai fogás. És a következő kép még nagyobb galóca látható, pedig lengyelországi fogás. A Szan folyóban, ami legendás legyező terep. Magyarországon ez a hal fokozottan védett. Egyébként nincsen ideális élőhelyen állunk, tehát csak lesodródott példányai vannak a Dunában, így telentekor a tavaszonta. Szlovákiában viszont szabad horgászni rá, ott is védett, de azért engedik a horgászatát, viszont 10 hónapos tilalmi ideje van. Tehát 2 hónapig lehet rá horgászni, és ez a 2 hónap az a november és december, csak hogy a legbarátságosabb időt kifogják a horgászok. Úgyhogy olyankor, aki nagyon elszánt és elvetemült, az meg galócázni, de a horgász szövetségek cserébe elég szépen szaporítják és telepítik ezt a fajt, úgyhogy ott elvileg jelenleg nincs a kipusztulás szélén. Egyébként alapvetően Kárpát-medencei hal, tehát endemikus, itt alakult ki evolúciósan, és a Duna vízrendszerén kívül nem él sehol. Úgyhogy, és hát nyilván nem, tehát dunai galóca a neve, de nem a Dunára jellemző, hanem a mellékfolyóira. Pont azért, mert tipikusan a padutzónának a hala. Tehát a hegylábi szakaszokon él, rövidke szakaszokon, kis és sérülékeny populációi vannak, és hát azok az erőművek, amiket most nyakló nélkül építenek, a vízerőművek, amiket egyébként
zöld energiának szoktak tartani, azok veszélyeztetik leginkább a létét, mert szétszabdalják a folyókat, illetve a jellegüket megváltoztatják, lelassítják, felduzzasztják őket, és ez nekik nem kedvez, nem tudnak szaporodni olyan helyen, ahol nincsen sodrás, illetve nincsen köves alázat. Az ívásuk benne lesz a filmben, az nagy szerencsével sikerült felvenni, illetve hát legalábbis ívni készülő párokat, illetve fészek építést és némi rivalizálást a hímek között. És akkor még beszélnék egy picit a halfajokról, amik előfordulnak a hegyi vizekben. Ez egy cifra kölönte, annak is a hasa. Azért a hasa, mert a cifra kölönte és a botos kölönte, ez a két halfaj, eléggé hasonlít egymáshoz, és ez a csíkos hasú szó az, ami megkülönbözteti őket egymástól. A botos kölöntének ilyen sima a hasú szója. Neki nem csíkos. És egyébként, ha nem felül, ha nem alulról nézzük, akkor így néznek ki. Ők úgynevezett sárkányhalak. Nincsenek pikkelyeik, és úszóhólyagjuk sincs. Tehát ilyen a evolúcióban a kétöltők felé elindult állatokról van szó. De persze még nem tudnak a levegőből oxigént nyerni, sőt, a vízben is egészen oxigénigényesek, úgyhogy a hegyi folyószakaszoknak a legfelső szakaszát szokták elfoglalni. Különösen a cifra kölönte a pisztráng zóna alatt nem is ér sehol. A botos kölönte az a Dunában is őshonos volt nálunk, és mondjuk Budapest feletti részen lehetett fogni, de a gépek, amik jöttek ide, azok kipusztították. Úgyhogy jelenleg a Dunában már nincs. A drávai állományt is fenyegetik a gépek, és most találtak egy önfenntartó populációt egy körülbelül 10 cm kis patakban a Kőszegi hegységben, az Alpok alján, ami elég nagy szenzációnak minősül halkutatói körökben, mert oda nem jutottak még el a gépek, tehát valószínűleg az lesz a legtovább megmaradó állományunk nekünk. Aztán fönt a hegyi folyókban, ahol Szlovákiában például, vagy Ausztriában, ott még nincsenek gépek szerencsére, tehát ott nem veszélyeztetett az állományuk. Ezért Szlovákiában a botos kölönte nem is védett, nem, rosszat mondok, a cifra kölönte nem is védett, a botos védett. A cifra azért nem, mert a elterjedési területe egészen Szibériáig elhúzódik, és ezért nagyobb biztonságot ítélnek neki. Ez az álkérész, amit kőlégynek neveztem el a filmben, és ezért kaptam sok helyről kritikát, hogy mi az a kőlégy, tehát ezt kérdezték kutatók meg természetbarát emberek. A horgászok nevezik alapvetően kőlégynek, és az angol neve alapján, ami stonefly, de igazából ez egy álkérész lárva. Ez a vízben él, és ez a kölöntéknek, meg az ottani pisztrángoknak, legalábbis amíg ivadékok, növendékek, a legfőbb tápláléka. Ezért is nehéz egyébként mondjuk akváriumban tartani ilyen halakat, mert viszonylag nehéz olyan táplálékot összefogni nekik, ami hasonlít erre a lárvára. Ettől függetlenül a lisztkukacot meg az ilyesmit azért szeretettel szegetik. Majd leülök máshol, van jó, tessék csak elfogni. Csak mert a film alatt majd lehet, hogy nem itt ülök, hanem majd én is megnézem, mert rég láttam. Ez egyébként egy legyező horgász készség, ami itt látszik. Tehát ekkora, egy orsó, egy pici legyező horgász orsóhoz képest ekkora ez a kis lárva. Ez nem egy giriszta, hanem egy ingola lárva. Az ingola az egy szintén egy félúton megrekedt hal, vagy hát talán nem is hal, az evolúcióban a férgek és a gerincesek között. Neki nincsen csontozata, alapvetően, tehát így ilyen szempontból férgekre hasonlít. A lárvának még szeme sincs, nem lát semmit, az üledékben időzik és ott több évet tölt fejlődéssel. Ez szintén elhangzik majd a filmben, elég jól sikerült fölvennem szerencsére a pataki ingolának a lárváját. Később aztán, amikor szaporodni óhajt,
akkor a belső szerveit feláldozza szem és fogak kialakítására. Tehát átalakítja őket, magyarul az elsorvadt belső szervek által nyert energiából növeszti a szemét és a fogait. Persze nem csontfogakat, hanem szarufogakat, mert ott csontozata nincsen, és így ezek az eszközök, vagy ezek az szervek már csak arra szolgálnak, hogy megtalálják egymást a párjukkal és megragadják. Akkor párosodnak, ez ilyen igazi valentinnapi téma most, és utána, amikor az ikráikat lerakták, azonnal elpusztulnak. Tehát a párzás után már, mivel táplálkozni nem tudnak, ezért onnantól nincs már nekik hátra sok. Ez egy kövicsík, amúgy egy óriási példány, tehát ez a maximális mérete. Szlovákiai fogás szintén. Alapvetően ezek a képek, szándékosan nem a saját képeimet hoztam, hanem a Hajdú Gyuriét, akit az imént láthattunk, illetve még egy másik segítőmét, akit Richard Strenzelnek hívnak. Ő a Karam-Szentkereszti Horgász Szövetségnek az egyik vezető tagja. Az ő fauna felméréseiken készült képeket hoztam, hogy ne ugyanazokat mutogassam, amiket majd a filmben látunk. Szóval egy kövicsík alapvetően nálunk is eléggé sok helyen honos, szerencsére, vagy hát őshonos, a hegyi patakokban. Tehát ő megtalálta a közép-hegységi patakokban is a számításait, nem kell neki nagy víztér. Úgyhogy az eddigi halakkal ellentétben, amik egyébként nálunk nem nagyon fordulnak elő, a kövicsík elég gyakori, ettől függetlenül védett az élőhelye folytán, és nem tanácsos kifognosni, de nincs is értelme, mert horgászni nem nagyon szoktak rá. Ez tényleg egy kivételes méretű példány, alapvetően 10 centi alá nő csak. Ezek fürge csellék, nem tudom mennyire látszik a színezetük. Kisárgult az oldaluk, az aljuk, az alsó úszóik pirosak, ezek a nászszínű hímek leginkább. Amúgy az év többi szakában, a tavaszt kivéve szürke kishalak, illetve barnás szürke és kishalak, de a párzáshoz így kiszínesednek. És az is azért is ilyen a kép, mert nagy tömegben tenyésznek, tehát nagyon fejlett a raj képző ösztönük. Ők is szintén megtalálhatók nálunk hegyi patakokban. Tehát, hogyha a legközelebb élőhelyüket kellene mondanom, akkor a Börzsönyt mondanám, az ottani Kemence patakot, Morgó patakot, Török patakot, és a másik oldalán a Dunának pedig az Apátkúti patakot Visegrádnál. Tehát ott ezek nagy tömegben tenyésznek, szintén védettek. És a folyókban pedig fönt a Pisztrány zónában szintén előfordulnak, sőt a Pér zónában is nagy számban. Ez egy egész érdekes színezetű hím közülük. Magyarországon ilyet még nem láttam. Alapvetően azt vettem észre, hogy a szlovákiai példányok ugyanazokból a fajokból egy kicsit más színezetűek, tehát azért a táj változás meglátszik rajtuk. A feketének az ilyen mennyisége az nem szokott jelen lenni a fürge cselléken. Ez egy fenékjáró küllő, amiről most mindenféle genetikai viták során mindenféle tudósok szétválasztották két fajjá, aztán össze, mégis aztán megint szét, tehát most már inkább dunai és tiszai küllőnek nevezgetik, de csak az élőhelyük kapcsán, tehát külső jegyek alapján nem lehet őket megkülönböztetni, ezért én fenékjáró küllőnek nevezem továbbra is. Szintén a hegyi patakokra jellemző faj, de már terjed, tehát már a budapesti rákos pataknak is a leggyakoribb hala egyébként. Ami elég nagy dolog, mert mondjuk 10 éve ez elképzelhetetlen lett volna. Egyrészt, hogy a rákos patak ennyit tisztul, másrészt pedig, hogy egy védett hal akkora tömegben telepedik meg benne, hogy mint azt az előző hónapban az előadásomban említettem, egy előírásos 150 méteres mintavételi szakaszon 600-nál is többet fogtam ebből a halból egy egyszerű hálóval. Ami pedig nyugszik, az egy halhossz mérő eszköz, azt majd többször látjuk a képeken meg a filmben is. Egy egyszerű centiméteres beosztás. Ő egy kárpáti márna. Ugyanolyan hányattatott, ilyen rendszertani sorsú hal, mint a fenékjáró küllő, csak őt nem egy, hanem három, illetve nem kettő, hanem három külön fajra választották szét. Eredetileg Petényi márna néven
működött, Petéi Salamon Jánosról elnevezve, és aztán úgy találták, hogy a tájegységek alapján, ahol él, minimális genetikai különbségek miatt három fajra kell szétválasztani. Így az északi középhegységben élők, illetve nyilván a felvidéken élők is a Kárpáti Márna nevet kapták. Ez egy példány közülük. De egyébként testalkatra és színezetre én egészen másnak látom, mint azokat a példányokat, amiket a Börzsönyben fogok akár. Úgyhogy szerintem még egyéb fajokra való szétválasztás is várható. Egyébként egy negyediket már külön fajjá választottak ismét, illetve hát úgy volt a híradásokban, hogy új faj, a Bihari Márna, amit a Körösökben találtak, ugyanennek a fajnak, vagy hát fajkomplexnek az egyik változata, amit most külön fajként írnak le. Amúgy fokozottan védett hal nálunk, tehát 100 000 forint az eszmei értéke, vagy hát a természetvédelmi értéke, újabb kifejezéssel élve. És a legközelebbi élőhelye ide, az a Szentendrei Bükkös patak, ott elég sok van belőle. Ez nem mindig hatja meg az a helyi önkormányzatot, tehát például az ő ívásuk alatt mennek be Bobcat-tel a medetbe és szedik a kavicsot a építkezéshez, úgyhogy ez elég szép, de majd meglátjuk, hogy ez nem csak ott van így, mert hoztam olyan képet is, ahol ez látszik. Ez megint csak egy Kárpáti Márna, egy elég egész fura színezeti foltos zömök. Ilyet Magyarországon még nem fogtam, de ettől függetlenül ugyanaz a faj elvileg, aztán majd lehet, hogy rájönnek, hogy mégsem. Ő viszont egy márna, tehát egy mindenki által ismert, a Dunában, Budapesten is nagy tömegben élő hal. Ez a háló pedig az elektromos halászgépnek a hálója egyébként, amit majd szintén látunk a filmben. Egy paduc és egy domolykó egymás alatt. A paducnak itt nagyon jól látszik az egyenes, éles ajkú szája, a felső halról van szó, amivel egyedülálló módon növényevő, illetve algalegelő hal. A vizek bárányai és farkasai címben ő pedig a vizek báránya. Egyébként ez a nép nevezi így. A Dunai Galócát nem nevezi a vizek farkasának, azt inkább a pisztrágok királynőjének nevezik a szlovákok, a magyarok viszont a királyának, mert mi a pért nevezzük a királynőjének, tehát itt is van egy kis ilyen folklorisztikus anomália, amit majd egyeztetni kellene. Szóval ő egy növényevő hal, sok szó lesz róla a filmben. Alapvetően nekiúszik a köveknek, és az algát legyalulja ezekkel a vésőszerű ajkaival, és azzal táplálkozik. Elvileg 20-25, nem is tudom pontosan most hány különféle algafajnak kell jelen lenni a vízben ahhoz, hogy ő teljes értékű táplálékához hozzájusson. Úgyhogy ezért is, ha másért nem, de persze másért is, de ezért is fontos a vizeinknek a tisztasága, illetve a megfelelő diverzitása mindenféle fajok tekintetében. Ők szintén paducok a már előbb látott hálóban. Ők pedig a két őshonos hal, az egyik a pisztráng, a sebes pisztráng, amiről a pisztrángzónát ellevezték, az alsó, a felső pedig a pénzes pér, amelyikről a pérzónát. Persze találkoznak, tehát az ő zónáik is szépen összeolvadnak fokozatosan. A sebes pisztráng az jelen van szinte a márna zóna tetejéig, úgyhogy előfordulhat, hogy egyszerre fognak belőlük. Ez a legyező horgászok által két legszívesebben fogott hal is egyben. A pénzes pérről még egy kép, itt látszik a nagy hátúszója, ami különösen a hímeknél fontos, ők versengenek abban, párzási időszak alatt ki is pirosodik a hátúszójuk, illetve láttam olyan felvételeket, ahol a hím a nőstény halak párzás közben a hátúszójának az oldalra csapásával még át is ölelte. Szintén van egy napi téma. Egy kicsi sebes pisztráng. Itt még ilyenkor még a piros pöttyök dominálnak, és egy egész szép ilyen legószerű halat kapunk. És később
a piros pöttyök egy elfeketednek egy részük, de a sebes pisztrángon mindig található piros pötty, kivéve amikor nem, tehát van olyan változata, amikor csak fekete pöttyök vannak rajta, azt rendszerint nehéz is meghatározni, hogy az milyen pisztráng is lehet. És ő pedig a sajnos nagy számban Amerikából behozott szivárványos pisztráng, amit mindenhol, minden létező pisztrángtelepen tartanak, mert őt adják el aztán a különféle élelmiszerláncoknak, hogyha pisztrángot veszünk, mondjuk a bármelyik, most nem mondok nevet, bármelyik nagy bevásárlóközpontunkban, akkor szivárványos pisztrángot fogunk kapni. Nincs vele semmi baj, nagyon finom, egészséges a húsa. Ettől függetlenül a sebes pisztrángé az itt finomabb, tehát ezt tapasztalatból mondom, érdemes megkóstolni esetleg olyan pisztrángteleten, ahol azt is szaporítják, mint például a Lila Füredin, de ott is, hogyha alap esetben pisztrángot kér az ember, akkor szivárványost fog kapni. A fő baj ezzel a hallal az, hogy ugyanazt csinálja, amit a sebes pisztráng, csak sokkal hatékonyabban. Az oxigén igénye kevesebb, tehát a tenyésztése könnyebb, ezért is állnak rá. És a horgászok miatt például a szlovákiai vizekben nyakló nélkül telepítik. És a különbség viszont az a sebes és a szivárványos pisztrán között, hogy a szivárványos, akit itt látunk, ő a folyónak a teljes szélességében igényel territóriumot, és azt elég durván védelmezi is, míg a sebes az csak bizonyos tereptárgyak mellett, vagy bizonyos partszakaszokat. Akváriumban lehetett a legkönnyebben megfigyelni, hogy úgy viselkedtek ezek a halak, mint valamiféle rendőrök, tehát az összes többi halat, de még a kisebb pisztrángokat is az akváriumnak az egyik sarkába száműzték, ott kellett nekik gyülekezni fent a vízfelszínnél, és hogyha bármelyik kiúszott ebből a sűrű rajból, akkor azonnal nekirontott és visszakergette oda, mert az egész akváriumot az ő territoriumának óhajtotta fenntartani. És ezek nem kis akváriumokról, hanem esetleg 600 vagy 1000 literes akváriumokról beszélünk, és kis pisztrángokról, tehát mondjuk 10-15 cm-esekről. Az is majd a filmben szépen látszik, ahogy egy híd alatt egy ilyen szivárványos pisztrángot, sebes pisztrángot miként terrorizálja, anélkül, hogy egyébként le tudná nyelni, tehát nem azért kergeti és űzi, mert éhes és meg akarja enni, hanem azért, mert egyszerűen ki akarja űzni a területéről. Ez egy szajbling, szintén telepítik, kevesebb gond van vele, mint a szivárványos pisztránggal, mármint hogy ökológiailag kevesebb a gond, a tartása nehezebb, és alapvetően elszigetelten is telepítik, tehát éppen csak a változatosságért említeném meg. A sárga pöttyeiről lehet megkülönböztetni, tehát az eddigi halaknak nem volt a sárga pöttyei, illetve az alsó úszóin látható ilyen fehér szegélyről. Láttam olyan pisztrángot, amelyiknek volt ilyen fehér szegély az alsó úszóján, az valószínűleg hibrid, tehát ezek össze párzanak. Így alakul ki a Magyarországon csak tigris pisztrángnak nevezett hal, az a szajblingnak és a sebes pisztrángnak a hibridje. Ők szilvaorú keszegek, kicsit úgy néznek ki, mint a paducok, de látszik a szájukon, hogy nem egyenes, hanem görbe, U alakú. Egy sultásos küsz. A rákos patakból szintén kifogtam, ami eléggé meglepett, alapvetően hegyi vizeknek a lakója. Onnan lehet felismerni, hogy az oldalán végigfut ez a sújtás. Egyszerű védett hal, 10-15 cm-es elő. Egy ideig volt az állatkertben is, de most már valamiért nincs. És akkor elérkeztek a hibridek. Ez ki volt téve Richard Stenzel oldalán, hogy vajon milyen halfaj lehet. A feje olyan, mint egy domolykóé, de az alsó úszó, illetve a farka olyan, mint egy küszé. Úgyhogy könnyen lehet, hogy küszdomolykó az a küsznek és a domolykónak a hibridje. Néha majd látni fogjuk a paduc ívásnál, hogy elég nagy kavarodás van ott, tehát előfordulhat, hogy két ívó társaság úgy összekeveredik, hogy aztán létrejönnek ilyen hibridek. És egy másik hibrid, aminek szintén domolykó feje van, nem tudom, a farokúszója mennyire látszik, mert kicsit sötét a vetítő, de az meg inkább balinos. Úgyhogy ez is egy domolykónak és egy balinnak lehet a hibridje. A csuka, aminek semmi keresni valója a hegyi vizekben, és mégis
elkezdték fogdosni. Ez annak köszönhető, amit az imént említettem, hogy az erőmű, amikor megépítik, felduzzasztja a folyónak egy jelentős szakaszát. A csuka közben gondol egyet lent a torkolatnál, és azt mondja, hogy szerintem fél fokkal melegebb van, vagy akár egy fokkal is, hiszen itt a klímaváltozás. Ússzunk egy kicsit feljebb, mert onnan hidegebb víz jön. És akkor elindul föl, és tudna haladni mondjuk egy 20-30 kilométert, aztán azt mondaná, hogy túl hideg, túl erős a sodrás, nem tudok itt szaporodni, inkább vagy itt maradok, vagy visszamegyek. De ha talál egy erőművet, akkor annak a felduzzasztott vizében megint csak azt érzi, hogy hopp, itt melegebb van, nem olyan erős a sodrás, akkor itt ez egy ilyen bázis lesz. És ott több csuka találkozik, szaporodik, és az utódaik pedig így szépen lépcsőzetesen felvonulnak a folyón, és egyszer csak ott találják magukat a pisztrángzónában, ahol is aztán olyan halakkal találkoznak, amik nincsenek rájuk felkészülve biológiailag. Egy elég rettenetes ragadozóról van szó a csuka személyében, tehát hogyha a pisztráng mondjuk a ragadozó madarak közül mondjuk a sólyomhoz hasonlítható, akkor a csuka az a héja, tehát az mindenfélét, minden halat legyilkol, ami csak beférje a nagy száján. Sokszor annyit teszik belőlük, hogy nem is tudja megemészteni, és akkor visszaöklendezik. Alapvetően a vadászata sokkal hatékonyabb, mint a pisztráng féléké, amihez az ottani kis finom halak szokva vannak. És ahol sok megjelenik, ott az fordulhat elő, hogy több lesz a csuka, mint az őshonos hal, esetleg el is tűnnek, és akkor a csukák nem jönnek zavarba, hanem elkezdik egymást tenni. A másik ilyen hal az a sügér, ami ugyanazt csinálja, mint a csuka, csak piciben, tehát ő az ivadékokra, illetve a kis testű halakra, mint a kövicsik, fürge, cselle, ilyesmi veszélyes. Ő ugyanezzel a stratégiával tud felfelé vonulni, hogy az erőművek duzzasztott, felmelegedő vízében megpihenget és ott szaporodgat. A Hernádban fordult elő, a Hernád ez egy olyan folyó, hogy az erőművek miatt nem úgy változik rajta a pisztráng, Pér, Paduc, Márna és a többi zóna, mint ahogy általában, hanem indul egy pisztráng zónával, aztán jön egy pérzóna, utána rögtön egy dévérzóna jellegű dolog, mert van egy nagy erőmű rajta, és a dévérzóna alatt újra pisztráng zóna következik. Az erőmű, miután elhagyja a víz az erőművet, utána már rögtön egy darabig pisztráng zóna van, aztán beér Kassára, ott meg Márna zóna, tehát teljesen össze-vissza van az erőművek miatt. És ott van az, hogy bementem kutatni, gondoltam, fogok majd botos kölöntéket, meg esetleg pért, de pisztrángot mindenképpen, hát volt olyan nap, hogy csak sügért fogtam. Ami, sőt, egyszer combót is, tehát ez egy ilyen teljesen nem odavaló hal. Erre egyébként rájátszanak a helyi tógazdaságok is azért, amik a folyóra félig meddig rá vannak csatlakozva, ahol pontyot tenyésztenek, és nyilván a ponttenyészetekben az egyéb tavi halak megint csak fel tudnak szaporodni, tehát a sügér is, a csuka is, meg a mindenféle olyan tájidegen fajok, amik még most ezután következnek, például a naphal. Ez egy ottani ilyen gyérítésnek az eredménye, egy garammenti kis tóban, amiben a garam vize folyik be és ki, abból szedték ki ezt a rengeteg naphalat. A naphal egyébként 1905-ig ismeretlen volt Európában. Akkor behoztak akvaristák néhány példányt, és azt hiszem, hogy szám szerint 5 darab szabadult bele a Balatonba. Az egész európai állomány ennek az 5 darabnak a tevékeny, a valentinnapi tevékenységükből származik, és hát ezek szerint már a felvidékre is jut belőle annyi, hogy egy egyszerű tóban ennyit szednek ki. Ezek ivadékok, tehát vagy hát mondjuk egy egyéves, 0+-os egyes korosztály. A búsa szintén, ez egy ottani kép, ez nem itt készült, nem egy tavi, hanem egy erőmű. Ennek a felvizében fogták ezt a busát, valahogy eljutott oda. De a busa az pedig távol-keleti hal, tehát neki sincsen semmi keresni valója Európában. Persze behozták, tehát nyilván nem tehet róla, de ettől függetlenül rendesen tönkreteszi a vizeket a plankton kievésével.
a kormorán problémát a szlovákok ilyen egyszerűen próbálják megoldani. Nem tudom pontosan, hogy ott védette, tehát hogy Szlovákiában védett madárra a kormorán. Nálunk még az, bár lehet, hogy csak napjai vannak hátra ennek a védettségnek, mert a mostani horgász lobby és egyéb minden az nagyon rárepült a kormoránra. Biztos, hogy nagy írtások következnek nem sokára. Ott már ez működik, tehát Telente, amikor a tavak, illetve a könnyen befogyó vizek bezárulnak a kormorán előtt, akkor ő rászabadul a folyókra. És a hegyi folyók nyilván nem fagynak be, tehát oda járnak halászni. Ezek éjszakabbról érkező példányok. Ugyanez a probléma Magyarországon is. Védett madár, esetleg védett halakat eszik. De nyilván ez a természet rendje, de valóban észlelhető némi túlszaporodás a kormorán részéről. Magyarországon egyébként a 70-es, 80-as években maradt belőle egy darab költőtelep, tehát olyan szinten kiirtották a halászok, horgászok és egyéb halakkal foglalkozó emberek. A Kis-Balatonnál volt, és a természetvédők, illetve a fotósok oda jártak csodálkozni, hogy ilyen a kormorán. Aztán a védettsége azt eredményezte, hogy tényleg nagyon sok van belőle, tehát hatalmas tömegekben látható, akár itt Budapesten, a Dunán is, vagy bármelyik tavon. Nehéz igazságot tenni ebben a kérdésben, komplex kérdés. Alapvetően azt vallom, mint ahogy a vidráról is, meg a kormoránról is, ez most személyes vélemény lesz, de némileg kutatásokkal alátámasztott vélemény, hogy olyan helyeken okoz nagy károkat, ahol az ember egyébként is szinte természetellenesen nagy egyetszámban, kis helyen sok halat tart. Hát mondjuk egy Dunán, vagy egy Balatonon azért nem tud igazán természeti kárt okozni, gazdaságit igen, de természetit nem, mert azért egy őshonos állatról van szó, amelyik egyensúlyban él a környezetével. És ha az ember csinál neki egy ilyen éléskamrát, mint egy halastó, akkor ő is, meg a vidra is szépen rászabadul, mint egy ilyen ingyen nyitott étteremre, és akkor onnan valóban kiesznek mindent. Az erőművek áldásos hatása még az, hogy bedarál néhány halat. Ez egy dunai galóca, még csak fél méteres, tehát egy olyan 4-5 éves lehet. Neki is a hullája, amit az erőműből szedtek ki. Azért alapvetően a galóca tud vigyázni magára, azért is fényképezték ezt le, mert ez nem gyakori, tehát inkább a márnákat szokta az erőmű bedarálni, ezt majd a filmben láthatjuk szintén. És akkor itt van, ahogyan vigyázunk a folyóinkra, mármint most ez ott, tehát ez egy szlovákiai kép, a Zetor bent a mederben föl alá egész nap mászkált, tehát nem csak egyszer ment át, hanem így egész nap fát vitt ide-oda, illetve ez hossz irányban megy a mederben, tehát nem csak átmegy a patakon, hanem végig megy a medrében, hiszen az olyan, mint egy út, tehát nem kell a fák között mennie. Nincsenek bokrok, nincsenek fák, akkor menjünk a vízben címszóval. Ez nem biztos, hogy túl sokat használ az ott élő halaknak, illetve a fákon láthatjuk, hogy ez egy kora tavaszi kép. Ilyenkor az ikráknak, amik ott vannak, azok valószínűleg ott már nem fognak kikelni. És akkor zárásképpen, illetve a filmet felvezetve, azt hiszem két képet hoztam, ahol működöm, mint operatőr. Az ott egy GoPro kamera a rúdnak a baloldali végén. Nem tudom, mennyire látszik. És éppen egy híd alá, ahol amúgy az Iron Maiden felirat van ott felírva, annak az N-je látszik. Egy graffitiként egy nagyon szép élethű. A logót nagyon szépen felírták oda. És itt pedig a tarcában. A tarcának a legfelső részén, tehát a tarca az egy ilyen ipoly méretű folyó, esetleg szélesebb is, de legfelül a magas Tátra felé közeledve, illetve azt egy kicsit megkerülve, a hegyekben már ilyen, tehát olyan, mint egy kis patak.
Azt hiszem, hogy ennyi képet hoztam, igen, így van.